Üdvözlöm Önöket! Tánc, ének, zene. A Tánc világnapja alkalmából ünnepi műsort szervezett a Népkör népművészeti szakosztálya. A Táncoló Tavasz programjában több mint 200 gyerkőc és fiatal felnőtt mutatta be tánc tudását. A fiatal néptáncosok a legnagyobb örömmel ropták a táncot. Jó, amikor közösségben vagyunk és együtt mozgunk, ugyanazt csináljuk, ugyanaz a valami köt minket össze. A csoportvezetők nagyon figyelmesek, és mindenkire külön odafigyelnek, mint egy családban. Milyen táncokat mutattatok be, illetve mutattok be itt a mai nap folyamán? A mai nap folyamán mezőföldi táncokat mutattunk be. Mit kell tudni erről a táncról? Hogy sikerült a felkészülés? Hát azt kell róla tudni, hogy ugye Sárköz az Balaton, és a Dunának a csücskében helyezkedik el, és az alatt van mezőföld. Közel van a mi térségünkhöz, és a táncai azok terpezben táncolódnak, ez is jó szó, ugrósak, és lenthangsúlyosak többnyire. Nagyon érdekes, nekem nagyon tetszik. Sokan már évek óta tagjai a Szabadkai Népkör népművészeti szakosztályának, mint mondták, a néptánc számukra több, mint egy egyszerű hobbi. Eleve volt egy ilyen gondolatom, hogy én táncolni akarok, és utána jött így, hogy néptánc, meg a közösség miatt, és így élvezem az egészet. Mennyire hobbi ez, vagy ezt mondhatjuk, hogy ez több, mint hobbi? Hát én hobbi szinten csinálom, de hát igen, több, mint hobbi. Milyen néptáncot fogtok ma bemutatni? Ma magyar bődét láthatnak. Ez mit kell tudni erről az előadásról? Hát egy ilyen viszonylag gyorsabb tánc és pörgősebb. Milyen táncokat szeretsz, illetve szerettek jobban táncolni, amely inkább ilyen pörgősebb, vagy esetleg valamelyik ilyen kicsit nyugodtabb? Hát aki annyira nem szeret táncolni, vagy nem annyira szereti felkapkodni a lábát, az a lassabbat, de nekem aztán mind a kettő tetszik. A néptánc csoportok idén is új műsorral készültek, a felkészülés még szeptemberben kezdődött, az előadásokkal idén már megjárták a legnagyobb szemléket is. A Kis Cifra Tánc Együttes somogyi táncokat ad elő, lányok nagyon jó, nagyon attraktív üveges táncot mutatnak be, illetve a fiúk ott botokkal táncolnak, a Bodorka Tánc Együttes pedig magyar bődi táncokat mutat be. Mennyire nehéz felkészülni, ugye mondod, hogy attraktív táncokról van szó, mennyire nehéz ezeket elsajátítani, illetve megtanulni a koreográfiákat? Nem egy egyszerű dolog, ugye meg kell tanulni az eszközzel bánni, meg kell tanulni az eszközzel táncolni, illetve hogy táncolunk úgy az eszközzel, mintha az a párunk lenne, hogyha nem a kezünkbe fogjuk. Nem egyszerű dolog, időbe telik, még a gyerekek elsajátítják, de nagyon ügyesek, és már voltunk most idén minősítő fesztiválon mind a két csoporttal, és mind a két csoport arany minősítést hozott haza, úgyhogy ez is azt bizonyítja, hogy jól sikerült az elsajátítás a táncoknak. A műsort a legkisebb csoport, az Aranykapu Játszóház nyitotta meg, utánuk következett a Kis Cifra, a Nagy Cifra, a Bodorka, a Ropogós és a Róna Tánc Együttes. Mint ahogy minden évben, idén is sok színűségre törekedtek mind a néptáncosok, mind az oktatók. A Táncoló Tavaszt a Népkör Magyar Művelődési Központ és a Neuchek Hagyományőrző Egyesület és Művészeti Egyesület szervezi közösen. Ez az alkalom főleg a Tánc Világnapja miatt van megszervezve, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden, nem csak a jeles ünnepekről, de erről a napról is megemlékezzünk a csoportokkal. Ma a Tánc Világnapján, illetve a Táncoló Tavaszon Vajdaságból több táncegyüttes is bemutatkozik. Ez egy, mondhatjuk úgy, egy találkozó. De mellesleg, illetve nem mellesleg fellépnek ugye a Népkörnek a néptánc csoportjai, akikkel 7 korosztályban dolgozunk, egészen az óvodásoktól, ugye a felnőttekig, és a Táncoló Tavaszon több mint 200 táncos, énekes, valamint népzenész fog majd bemutatkozni. A Népkör tagjai mellett felléptek még a Horgosi Bartók Béla, a Magyar Művelődési Egyesület táncosai is. A talpalávalót a Szabadkai Juhász zenekar húzta, az ünnepi estet táncház követte.
teltház előtt mutatták be a Hegyek óriásai című koprodukciós előadást a Kosztolányi Dezső Színházban Szabadkán. Az előadás olasz, szlovén, albán, magyar és német nyelven játszódott. Paolo Magellit az inspirálta a darab színpadra állításában, hogy szerinte az európai kisebbségek védtelen, gyenge teremtések, olyannyira, hogy az úgynevezett óriások egyre kevésbé tolerálják létezésüket. Nem tudják és nem is akarják megérteni az ő védtelenségüket, mert nem hallják a demokrácia hangját, de még ha hallják is, legtöbbször megfutamodnak előle. Ebből is világosan látszik, hogy a gyenge valóság megőrzése, harc a demokrácia megmentéséért, írja a darab ismertetőjében a rendező. Hozzáteszi, ilyen gondolatból született az öt kisebbségi színház összegyűjtésének ötlete, a kulturális valóság öt különböző hangjái, és őszintén remélem, hogy a közeljövőben ez a csoport bővül és magába fogja foglalni Európa és a Mediterráneum összes kisebbségi színházát, mondta Paolo Magelli. Jer ako ja vas toleriram ili vi mene, to znači da unutra u mene ili u vas ima mržnje, pa sam ja prinuđen tolerirati. Ja ne želim toleranciju i ne želim integraciju, jer integrirati znači da različitosti nestaju. Volim jednu Europu puno različitih ljudi, različitih idioma, različitih običaja, različite kulture koji žive samo za sebe bez ikakve vrste pritisaka. Paolo Magelli a rendező egy legenda, állítja Mess Attila színész, aki most nézőként volt jelen. 10 találom a sokszínűségét ennek a történetnek, amit ma láttunk, és nagyon izgalmasnak látok egy olyan munkafolyamatot, amin ők most ebben a pillanatban túl vannak. És azt a kérdést, amit fölvetett Pirandello, az író, és azt a kérdést, amit boncolgatott Paolo Magelli, a létjogosultságot. Pirandello az ember, szerző, intellektuell és ellentmondásos, aki több olasz értelmiségihez hasonlóan támogatta a fasizmust, eltörölve a változás hamis reményét, amelyre Olaszország mindig is vágyott. Pirandello később több híres művészhez hasonlóan elhagyta a fasiszta rezsimet, de nem az alkalmas pillanatban, hanem éppen annak csúcsán. A sors nem hagyta, hogy Pirandello befejezze a remek művét a láthatatlan parancsoló óriások, akik megölik a művészetet. Az öt nyelven játszódó előadás előrelátja a művészet halálát az óriások új globális társadalmában. Kucsov Boris, a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház színésze, a törpét alakította a produkcióban. A rendező koncepciója az volt, hogy mindenki ember ebben a történetben, csak mi egy kicsit furcsább lények vagyunk ebben a villában, ebben a társadalomtól elzárt házban, ahol mi itt élünk, és megvan a saját világunk, és a saját világunkban teremtünk meg különböző csodákat, és a társadalomtól elzárva élünk. Helyes megállapítás az, hogy ez az előadás a művészet, illetve a színház haláláról szól? Igen, ezt próbálja sugallni az előadás, illetve ez van megírva a darabban is. Nem is annyira a halálról, hanem arról, hogy tűnik el szép lassan, és hogy válik egyre jelentéktelenebbé. Kicsit kevesebb, mint 100 évvel ezelőtt íródott ez a szöveg, és már akkor elkezdődött ez a probléma, és hát ezt próbálta a rendező kicsit aktualizálni, és a mai társadalomra levetítve felmutatni. Blénesi Enikő, a Temesvári Állami Német Színház tagja szerint kitűnő ötlet volt egy ötnyelvű, multikulturális előadást létrehozni.
Az, hogy sok nyelven beszélünk, ez az én életemben elég gyakran előfordul, ugyanis a Temesvári Német Állami Színháznál vagyok alkalmazva, és ez valahogy hozzátartozik az életemhez, hogy egyszerre két-három nyelven beszélünk. Miről szólt maga az előadás? Miről szólt? Egy színész csapatról szólt, akik megpróbálnak az összes kis gyűrődésükkel, meg történetükkel együtt megpróbálnak előadni egy előadást, de mivel ez a világ olyan, hogy talán nincs igazán művészetre szükség, ezért ez nem sikerül nekik. Pirandello nagy éleslátással és óriási bátorsággal tárja elénk a művészet és a színház végét. Harc folyik azért, hogy a nagy színház szépsége az óriások szolgái előtt is láthatóvá váljék, a harc, amely kudarcra van ítélve ebben az egyre vulgárisabb világban, mely többé nem tudja megérteni, hogy az áldozatának, a költészet gyertyájának elégése elkerülhetetlen. Kurina Laura magyar kanizsai származású Magyarországon élő énekesnő Magyar Kanizsán az Art Klubban koncertezett. Repertoárján a latin, a swing és jazz jellegű dalok is szerepeltek. Stábunk a délutáni próbára látogatott el. Kurina Laura repertoárjában latin, jazz és swing dalok szerepeltek. A Kurina Sextet egyik tagja a művésznő édesapja, Kurina Miklós volt, aki egyébként a kávézó állandó zongoristája is. Megszoktuk már ezt, meg azért ez mindig olyan biztonságérzetet jelent, mert ugye nagyon sok éven át muzsikáltunk mi együtt, itt-ott, amott. Most már ezek sajnos ritkultak, ezek a lehetőségek, ugye azáltal, hogy én is ugye elköltöztem, máshol élünk, de mindig nagy élmény ide visszatérni erre ezek a koncertre. Ezek a találkozások nem mindig a zenéről szólnak, gondolom, azért a családi kapcsolatokat is tartja a család. Igen, természetesen. Mindig megkérdezi, hogy és milyen érzés hazajönni. Hát hazajönni mindig fantasztikus érzés, azért ezt nem győzöm hangsúlyozni, meg mindig azt mondom, hogy hazajönni. Tehát teljesen mindegy, hány évtized telik el, az mindig hazajön az ember. És akkor, hát akkor itt ugye a próbák, azért ugye együtt összeköti a dolgokat, a látogatást, de hát, mint mondtam, ez tényleg nagyon jó élmény, és hát ugye a zenészek, most itt egyedül Alexander, a tenor szaxofonista, ő, aki úgymond újabb a csapatban, ő vele még nem muzsikáltunk együtt, de hát a többiek, őket a Fedor Ruskut, a Zuros Setyerov, Látó Attila, ők már azért ugye elég jól összemuzsikáltuk már a repertoár nagy részét. Azt mondta édesapád, hogy az a lényeg, hogy még ha ilyen beugrók is vannak, hogy profi legyen az ember, mert akkor nincs gond, akkor ez a kis együttpróbálás előtte is elég ahhoz, hogy az egy kiváló összhangú koncert legyen a végén. Igen, ezzel maximálisan egyet tudok érteni. Melyik a kedvenc dallamod? Mik a kedvenc? Látom én itt, hogy latin, swing, jazz, stb. De mégis van-e valami, ami a legközelebb áll a szívedhez? Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert akkor tulajdonképpen mindegyik előtt elmondhatnám, hogy ez azért kedvenc, mert. Ez azért kedvenc, mert. Tehát mindegyiknek valami előélete van, úgyhogy most tényleg nem tudnék most egyetlen egyet úgy kiemelni, ami, mert a latinok is nagyon közel állnak hozzám, van egy-két ballada, ami meg ezért, azért, amazért. Mondjuk ami érdekes, hogy a balladák közül az Embraceable You,
azt már említettem is, az mondjuk csak, hogyha kiemelnék egyet, hogy miért olyan érdekes ez számomra, hogy amikor még a jazzfesztiválok úgy intenzíven működtek itt, és még mi is így jobban jártunk, inkább ezt mondom, mert hát működött az elmúlt években is, és akkor és Budapest, Beográd díszinten itt jöttek zenészek, kiváló zenészek. És tudom képzelni, hogy ez hogy történhetett, és azt mondta, hogy ez egy fantasztikus dal, és hogy ennek mindenképpen szeretné megszerezni a mottáját, és nem tudom, szóval ez azért úgy mélyen. Tehát ez mondjuk például egy emlék. Azért mondom, hogy mindegyiknek van valami mögötte, valami történet, amitől ez úgy jó, vagy még jobb, vagy ezért kedvenc, azért kedvenc. Általában ez a fajta egyveleg az, ami a leginkább így az együtteshez is közel áll? Tehát ez a jazz, swing, latin? Azt a zenészektől kellene megkérdezni. Ezekre az estékre ez így összeáll, és ez így azért eddig azt kell tapasztaljuk, hogy működött. Mennyire van a tapasztalat, azt mondja, hogy a közönség vevő ezekre a dalokra? Igen, hát a vevő szerintem meg arra vevő mindig, amit látja, hogy örömmel adnak elő az előadók tulajdonképpen, akkor az... Hát én Kurina Laurát bármikor is láttam, mindig éppen így, mint most mosolygósan átélte a dalt, amit énekel, és mosolygós volt mindig. Nyilván ez a hatás a közönség irányába, ez érződik, és azért is kedvelik ennyire. Hát ennek örülök, hogyha így van. Kurina Miklós szinte minden este ott zongorázik az Árt kávézóban, de az, hogy néha a lányát is kísérheti, mindennél nagyobb örömöt jelent számára. Hát nem olyan egyszerű ez manapság, ugye a távolságok, az elfoglaltságok, de ő nagyon szívesen jön mindig Kanizsára, és hát igyekszünk, ugye, megfelelően a programokból, tehát olyan műsort, ami tulajdonképpen egy kicsit populárisabb. Tehát ezen belül nyilvánvaló leszek jazzes, latinos, swinges dallamok. Reméljük a közönségnek is tetszeni fog. Most ez egy olyan sextet, amelyben vannak vendégművészek is. Mennyiben nehéz ezt megcsinálni ilyenkor, hogyha nem vagytok együtt, elég arra egy kis itt koncert előtti gyakorlás, hogy összehangolódjon a zenekar? Igen, hát nyilvánvalóan a szakmabeliekhez tisztában vannak, hogy hát azért egy óra alatt nehéz dolog összehozni dolgokat. De lévén, hogy itt kiváló profi zenészekkel vagyunk együtt most, tehát ez könnyíti a dolgunkat, és én nagyon remélem, hogy minden rendben lesz. Tehát ez csak egyébként csak így lehet megoldani, hogy kifejezetten profi, hivatásos és jó minőségű zenészekkel. A Kurina Laura énekel elnevezésű estet a Magyar Kanizsai Regionális Kreatív Műhely és a Kanizsa Turizmus Kft. Közösen szervezte. A Magyar Kanizsai Kurina családot igen jól ismeri már a közönségünk, ugyanis időként itt az Art Caféban felszoktak lépni. Az igaz, hogy először van ilyen nagy zenekari kíséretben Kurina Laura, már többször énekelt itt ugye az apukájával Kurina Miklóssal, aki ugye zongorán kíséri. És tehát ez az egyik érdekessége, hogy ez egy apja-lánya koncert is, ugye, és mindig érdekes, amikor a család együtt zenél, és ilyen tehetségesek. Valamint a másik érdekesség, hogy most van először ilyen nagy zenekari kíséretben itt Kurina Laura itt az Art Caféban, ugyanis először szakszofonozik az együttesben a belgrádi RTS Big Band fúvósa Alexander Jocimovics. Ezen kívül a pancsovai Fedor Ruskusz nagybőgőzik, és a kiváló ütős Uros Setyerov fog kongázni. Tehát ez valójában a Kurina Sextetnek is hívhatjuk ezt a formációt, úgyhogy kanizsai közönséget is, tehát Kanizsáról és környékéről várjuk az érdeklődőket ide az Art Caféba. Magát az együttest kihozta így össze a maga a Kurina család, vagy pedig kellett egy kis közreműködés mondjuk a műhely részéről is?
Tehát a műhely részéről is van ugye együttműködés, valamint a Kurina családnak állandó dobosa a szegedi Látó Attila, tehát ő az állandó dobosuk, valamint ez a szaxofonista, ez először csatlakozik most a zenekarhoz, a regionális kreatív műhely szervezésének köszönhetően. Az esti koncertre teljesen megtelt az Árt kávézó Kurina Laura kedvelőivel, akik zenei élményekben bővelkedő koncerttel lettek gazdagabbak. Újabb kulturális tartalmakkor a jövő héten várom önöket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!